A megyei kórház kórusának műsorával vette kezdetét az önkormányzat idei Semmelweis napi ünnepsége. A múzeum rendház épületének udvarában rendezett ünnepségen köszöntötték az orvosokat, védőnőket, egészségügyi dolgozókat, megköszönve az egészségügyi ellátásban nap mint nap tanúsított elhivatottságukat. Együttműködés teszi lehetővé azt, hogy ezt a nagyon nagy rendszert ezt működtetni lehessen. Ünnepi köszöntőjében Cserpalkovics András felhívta a figyelmet arra, hogy hány szervezet összehangolt munkájára van időről időre szükség a működő egészségügyi ellátáshoz. A polgármester szerint az elmúlt két év nehézségein a dolgozók elhivatottsága mellett ez az együttműködés eredményezte azt, hogy a fehérvári egészségügyi rendszer bírta a terhelést. Én összességében mégiscsak úgy ítélem meg, hogy ennek a városnak és a járásnak és egyáltalán megyének az egészségügye ezt az óriási terhelést és nyomást bírta. És ez szerintem óriási eredmény, és ez nem ment volna együttműködés, összefogás képessége nélkül. És még egyszer nem azt mondom, hogy ez hibátlan volt, hogy ez nem hozott elő újabb és újabb nehézségeket, amit meg kellett vagy meg kell oldanunk, de azt állítom, hogy ez az együttműködés, ez azt tette lehetővé, hogy ez a rendszer ezt az óriási nyomást kibírja, és működőképes legyen. És ehhez mindenkinek az őrhelyén elvégzett munkára szükség volt. A Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen adták át a Székesfehérvár egészségügyéért díjat. Az idei évben a több évtizedes szakmai munkáért járó elismerést Horváth Éva házi gyermekorvos vehette át, aki több évtizede állt két hónappal ezelőtti nyugdíjba vonulásáig a fehérvári gyermekek és szülők szolgálatában. Gyógyította a tóvárosi kisgyermekeket a Széchenyi utcai rendelőben. Vannak családok, ahol már több generáció óta ő látta el a gyermekorvosi feladatokat. Nagyon jól esett a díj, mert az ember bármilyen puritánnak gondolja magát, azért mégiscsak jól esik. És 1975-től vagyok a városban, fehérvári vagyok amúgy, egy rövid ideig kórházban dolgoztam Nógrád megyében, és azóta hát gyakorlatilag egy körzetben vagyok, bár a szabad orvos választással sokan jöttek már múlt időben, mert két hónapja már nyugdíjban vagyok. Úgyhogy nagy öröm így visszatekintve, hogy a gyerekeknek a szüleit is kezeltem már, volt olyan, hogy nagyszülőt is. A Semmelweis napi ünnepségen az egészségügyi ellátásban végzett több évtizedes áldozatos és lelkiismeretes munkája elismeréseként polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Varga Miklós főorvos, aki 1974 óta gyógyít a Székesfehérvári Kórház baleseti sebészeti osztályán. Köszönöm mindenkinek, aki úgymond rám szavazott és lehetővé tette, hogy megkapjam ezt a díjat. Hát, hogy a titka micsoda, hogy ennyi idő után is az ember szeretni kell azt, amit csinálok. És én szeretem a szakmámat. Szeretem az emberekkel foglalkozást, azt, hogy gyógyítás. Az ünnepség keretében a több évtizede az alapellátásban dolgozó szakemberek elismerésére is sor került.